Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a híradó után. Önök a Weekendet látják, a Kölcsei Televízió műsorát, benne pedig nagyon-nagyon cuki vendégeinket, Pudingot és gazdiát, Kovács Tündét. Egy kutyás hétvégére invitáljuk hamarosan a nézőket, mint pedig egy különleges kutyás hétvégére, hiszen mindezt egy vízparton szervezitek. Nyilvánvalóan ugye a kutyusok is szeretnek úszni, bár ha jól tudom, akkor Puding nem kifejezetten kedveli a vizet. Hogy találtátok ki ezt a programot, vagy mi motivált titeket? Nagyon sok kutyás ismerősünk van, akik inkább szeretik a vizet, mint sem. És mindenképpen szerettem volna, évek óta élelőtt bennem valamilyen kutyás rendezvény gondolata, és akkor gondoltam, hogy hát mégsem magamnak, hanem azoknak, akiknek van erre igénye, azoknak szervezzem, és nagyon régóta kerestem egy ilyen vízparti lehetőséget, de hát nagyon kevés helyen lehet fürdetni. Így van, ugye nem örülnek kutyust? Neki, hogyha a kutyus ott van az emberek közelében, akkor ezek szerint ez a terület viszont kifejezetten alkalmas lesz arra, hogy megmártózzanak az ebek a vízben. Így van, tehát a jogszabály kimondja, a szabad vizekben, így a Tiszában sem lehet fürdetni a kutyust, ahol strand ki van jelölve, de ahol nincs, ott lehet a tulajdonos beregyezésével. Az önkormányzatoknál problémás szokott lenni, de hát ez egy magánterület, egyeztettünk a tulajdonosokkal, és ők is nagy kutyások, és mondták, hogy természetesen az ő területükön lehet. Na, akkor Tünde, akkor egy kicsit a részletekről mesélj, hogy mi minden lesz, egyáltalán hol lesz helyileg, hogyan lehet megközelíteni, van a belépő, vagy mindenféle trükköket és a rendezvénnyel kapcsolatos dolgot, amit most jelen pillanatban el lehet mondani. Rendben, Dombrádon lesz a Hóbort üdülőben, kicsit furcsa lehet a helyszín, sok nyíregyházi kérdezi tőlem, hogy miért nem Nyíregyházán. Nyíregyházán sajnos nem lehet fürdetni kutyusokat, ezért messzebb is kellett nézelődnöm. Egy kutyás fórumon ajánlotta egy oda beíró hölgy, hogy ott nyaraltak, és nagyon jó hely, nagyon kedvesek, tényleg kutyabarátok a nem csak a tulajdonosok, hanem mindenféle szállás, tehát az apartmanok, a kőházak, a faházak, minden. Mindenhova be lehet menni kutyával, kicsivel, nagyja. Tudom, hogy akkor tökéletes lesz. Jó van. És azért megnéztük, mi is autóval már többször lementünk oda. 40-45 perc alatt elérhető, ami mondjuk, hogyha Pesten van hasonló rendezvény, tehát 2-3 órát is megteszünk, ez pedig pár perc, úgymond, ahhoz képest úgy gondoltam, hogy ez nem nagy akadály. Egyébként Pestről is fognak jönni, nekik ugyanúgy ez 3 órás volt, de viszonylag egyszerűen megközelíthető. Sajnos tömegközlekedéssel nem, tehát a busz csak a Dombrád belvárosáig visz, és az üdülővezet egy kicsit kint van, 2,5 kilométerre. De mondjuk egy kutyás sétával ez sem olyan nagy távolság. Mert nem tudom, hogy tömegközlekedéssel például a kutyusokat lehet szállítani? Természetesen, lehet. Igen. Távolsági buszon 2 megengedett, sajnos vonaton nincs ilyen korlátozás, szájkosár és nyakörv, póra, ez kötelező. Látod, látszik, hogy laikus vagyok, meg kutyám sincs, meg általában tömegközlekedéssel sem szoktam utazni, és megmondom őszintén, nem is nagyon. Hát igen, mondjuk vakvezető kutyusokat, igen, azt ez természetesen látom, bárhová. De valahogy talán már mindenki inkább kocsival szállítja, hogyha az az egyszerűbb, van. Sajnos az a tapasztalat, hogy még az ott mondjuk a jegyszedők a vonaton, vagy a buszsofőrök sem mindig vannak tisztában a szabályokkal, és kekeckednek, vagy nem... Nem szívesen engednek föl. Nem szívesen engedik föl, így van, pedig néha tisztában mind az emberek, bizonyos emberek. Ezért sokan elpártoltak tőle, de ezért is nagyon nyitottunk egy eseményt ennek a rendezvénynek, és ott minden kérdésre nagyon szívesen válaszolunk. És mi a neve, és hol? A közösségi oldalon? Igen, a legnagyobb közösségi oldalon. És mi a cím? Vízparti kutyás hétvége. Vízparti kutyás hétvége. Amúgy szoktak ilyenek lenni az országban? Bocs, hogy tényleg ilyen laikusként kérdezgetek, csak tényleg akik nem kutyatulajdonosok, lehet, hogy nem is tudják, hogy mondjuk Dunántúlon esetleg vannak hasonlók, vagy Budapesten. Van, pontosan, ahogy mondod, Dunántúlon és Budapest környékén szokott lenni, akár tematikus kutyatáborok, nem sokára lesz a Biglöknek egy kutyástábor, a német juhászosoknak is szokott lenni, tacskósoknak is, és ilyen vegyesebb hétvégék is vannak, általában olyan tavak és magán kempingek közelében, ahol ez megengedett, de a közelünkben nem tudtam ilyesmiről. Nos, hát akkor ugye Dombrádon, tehát ott van ez a bizonyos üdülő, ide kell menni, annak, akinek regisztrálnia kell előtte, vagy van valami korlátozás, vagy pedig aki most úgy gondolja, hogy rá fog érni, meg még az időpontot sem mondtunk. Igen, igen. Ez egy nagyon fontos szempont. Kardinális kérdés, így van, a
Még januárban tűztük ki ezt, úgyhogy most már lehet, hogy ütközik egy-két rendezvényen sajnos, de akkor nagyon holt időszaknak tűnt, ez a július 13-14-15, péntek, szombat, vasárnap, egy hosszú hétvégét terveztünk. Azoknak kell regisztrálni, illetve felvenni a kapcsolatot az üdülővel, akik ott szeretnének aludni, úgy tervezik, hogy az egész hosszú hétvégét, vagy akár az egész hetet, ilyenről is hallottam már, többen vettek ki úgy egész faházakat, hogy akkor ide szervezik a családi vakációt, így van, kutya, anya, mama, gyerekek, mindenki, és egész hétre kivették, tehát annak kell, aki csak úgy gondolja, hogy szombat reggel fel kell, szép az idő, és úgy gondolja, hogy kiautózik, annak nem kell, a belépőt, a kemping belépőt meg kell sajnos fizetni, de hát ez nagyon sok szolgáltatás, illetve program fog társulni. Ez felnőtteknek 1000 forint, gyerekeknek 3 éves kortól 500 forint. Na és mik lesznek a programok, amik akár még kutyus nélkül is vonzóak lehetnek, aki így van, szeretne egy kicsit jó időben kilenni a kutyus parton. Nélkül is lehetett természetesen, tehát ilyen piknik hangulatot terveztünk, nagyon sok füves, fás rész van, és tényleg annyira jó kiszakadni néha a városban, én nagyon szeretek oda menni terepszemlézni, mert olyankor csak a csend, meg a madárcsicsergés, meg a tisza. Most meg még a kutyaugatás. Hát, igen. De egyébként többször volt már ott kutyás rendezvény, és tábor, mondták, hogy senkit nem szokott zavarni, tehát tényleg nagyon kedvesek ott az emberek. Hát ott puding is, milyen kis cukin, de azért hogy figyel a nevére? Kis okos vagy, igen. Először van tévében, biztos nagyon izgul. És nagyon okos. Szemkontaktus megvan. Na. Igen, ő is nagyon szereti az embereket, úgyhogy nem lesz vele gond, ő is nagyon vár mindenkit. Sok simire. Cuki. Szóval a programoknál tartottunk, igen, illetve az iránt érdeklődünk. Péntekre igazából nem terveztünk sok programot, pont azért, mert az még mondjuk esetleg valakinek munkanap, és hogyha nem ott alszik, akkor nincs program. Pénteken be lehet költözni, megismerkedni a környékkel, kirándulni, strandolni. Ott laza, kötetlen lesz a program. Július 14-én szombaton pedig délben lesz a kapunyítás, pont azért, hogy aki ott alszik, az tudjon egy kicsit aludni, nem zavarjuk meg a nyaralást, illetve aki messzebbről érkezik, aznak se kelljen korán kelni, mert én se szeretek egyébként a kutyám, se szeretem, azért ne kelljen a nyáron az ember hajnali 6-kor, 7-kor. Ha már nyaral. Délben kapunyítása, a programok, ha jól emlékszem, igen, dél 1-2 körül kezdődnek, tehát nem muszáj mindenkinek pontosan délre odaérni, amikor éppen gondolja. Nagyon érdekes programmal kezdünk szombaton, ami egy tematikus nap, a első Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tacskó találkozó. Ez is megrendezésre kerül, azért, mert én Tacskó imádó vagyok, és többen mondták már a környezetemben évek óta, hogy nekem egy ilyet kellene szervezni, gondoltam, akkor hát, akkor itt a nagy alkalom. Gondolkoztam ilyen tematizált napokon, és akkor a szombati napra sikerült olyan embereket szervezni, hogy akkor az legyen. Például Debrecenből jön egy kutyafizioterapeuta, aki kutyamasszást, gerinctornát, ilyesmit fog bemutatni, illetve oktatni is annak, aki szeretné. Ez egy nagyon érdekes program, mert a tacskóknál nagyon sűrű és gyakori a gerincbetegség. Neki is több tacskó van a praxisában, aki akár teljesen lebénult állapotból elkezdett járni, tehát altatástól lehet ezzel megmenekíteni kutyusokat. Az a gondom, hogy nagyon elfogyott az időnk, úgyhogy tünde, csak a nagyon lényegeseket még, hogy tényleg aki tacskós, az mindenképpen legyen ott ezen a napon. Az szombaton mindenképpen, és a kutyusokat is meg lehet méretetni szépség alapján, gyorsaság, ügyesség alapján, és vasárnap lesz az úgymond a vegyes nap. Ez a Nyíregyházi Kutyaklub kihelyezett találkozója is lesz, de itt lesz a MEOE agility szakosztálya is, és akkor agilitizni is lehet, mentrailing bemutató lesz, és ugyanúgy a mindenféle fajtájú, nemű, nagyságú kutyus meg lehet mérettetni, és akkor nagyon sok versenyünk és ajándékunk lesz. Hát köszönjük szépen, hadevau, mondanám így zárszóként, és reméljük, hogy gyönyörű időben, és tényleg egy nagyon klassz hétvégétek lesz, tehát Dombrádon, itt a Tiszaparton. Köszönjük még egyszer, hogy eljöttetek.